Sziasztok! Most megint egy nagyon érdekes, hát ha úgy tetszik, kihívás előtt állunk, a szerencsekerék kap itt is fontos szerepet, ezt nagyon szoktátok szeretni, de erre talán még ti se gondoltatok, hogy egyszer kipróbáljuk a sajtfondűt, amit egyébként nagyon szeretünk, de bevalljuk őszintén ritkán kerül rá sor, hogy ilyesmit együnk. Hát most úgy döntöttünk, hogy a szombati ebéd sajtfondű lesz, méghozzá mindenféle trükkös hozzávalóval. Mert nem csak olyan dolgokat készítettünk ide, amiket egyébként az ember szokott sajtba mártogatni, például virslit vagy kolbászkákat, hanem... Például gyümölcsöket, például mangót, eplet, kekszet, kovászos uborkát, igen. Kábimbót. Nem pláne, hát szóval ilyeneket nem biztos, hogy az ember mártogat sajtba, de mi most igen, és kipróbáljuk, hogy ez az íz kombináció vajon milyen lesz. Na, akkor mehet az első kör. Malika, te vagy először. Mi az, gumicukor? Vagy habcukor? Habcukor, na nézzük, hol a habcukor. Jó. Habcukor. Na, gyerünk. Te is pörgess egyet. Ja, jó, oké. Csoki! Hát én sem jártam sokkal jobban. Azt kell mondjam. De a csoki bele fog olvadni. Tudom. Hát, de gyorsan, gyorsnak kell lenni. Föl kell szúrni rá. Ez a köpőtányér egyébként, azért hoztuk ide, hogyha valaminek nagyon rossz íze lenne, de egyébként úgy sportszerű, hogyha megesszük. Tehát azért mindegyik jó étel, tehát egyik sem olyan veszedelmes. Na, én kezdem. Jaj, belement a csoki! Belement, beleesett! Ide nézzetek! Kezdte! De klassz! Várjál csak, Udi! Hú, gyerekek! Nem olyan forró. Szóval, oké. Megolvadt a csoki a sajt alatt. Nagyon rossz? Nem. Hát... furcsa, tényleg. Nagyon furcsa. De mivel mind a kettő finom, a sajt is, meg a csoki is, ezért külön kell választani az ízeket, és ennyi. Na most eljössz, babám. Bátor vagy. Bátor vagy. Azaz, de jól néz ki! Te dugd a fejed. Félek. Jó lesz az, babám, jó lesz. Hú, nagyon furcsa. De mit érzel? Hogy, hát ugye az édes pillecukorról a cukor átment a sajtra, és... Szegénynek bekönnyezett a szeme. Hagyjuk ezt a kör? Hagyjuk. Jó, na menjen a következő, de azért bátor voltál, megkóstoltad. És megettem. Keks. Oké, Molly keks. Én pedig eper. Hát, na, mit mondjam? Ez sem egy ilyen nagyon szuper kör. Eperke. Eper keks. Eper sajtban, gyerekek. Ez nagyon durva. Tényleg. Olyan forrónak tűnik, nézzétek, pedig nem annyira forró egyébként. A büttá. Hát nagyon rossz. Csináld nyugodtan. Nem, én megeszem, én hős vagyok. Az eper íze meg a sajt, nem. Nagyon nem jön össze. Hú, a csokival még csak hagyján, de az a keks, tök jó. Milyen jó? Mm-hmm. Na, tessék, sajtos keks! Egyébként szoktunk úgy enni, én gyerekkoromban ettem úgy, hogy egy kekszen egy szelet sajt, és úgy jó volt, de mondjuk ilyen olvasztottban még nem mártogattam. Na, jó, nézzük a harmadikat. Gumicukor. Na, Molinak gumicukor lett, a harmadik kös, szegény gyerek. Gumicukor. Nekem meg Kelbimbo! Pedig én szeretem a Kelbimbot, gyerekek, én szeretem. Köszönöm, drágám. Én nagyon. Vacsorára sokszor párolt Kelbimbót eszem, mert nagyon finom. Ez a gumicukor annyiban rosszabb, hogy ez még savanyú is, szóval... Így van, ilyen édes savanyú gumicukor. Na, gyerünk, édesem. Hát állati jól néz ki. Na, tekeredj. Ez az, te is, Molika. Egyszerre az élmény? Nem akarom. De egy hős vagy, úgy néz ki, mint a sült krumpli. Tényleg. Na, mehet?
Nekem jó. Sajtos kebimbo. Finom. Na milyen? Szó-szó. Meg lehet enni. Komolyan? A sajtos gumicukrod? Hát egy hős vagy, Molly. Könnyű. Könnyű szétválasztani. Na jól van. Negyedik kör, babám. Nagyon jó, nagyon jó. Ez az ebéd. Eddig mindenből lettünk. Szóval... Az kell lenni ebédre. Eddig mindegyikből valamennyit lenyeltünk, szóval hős és vagyunk. És úgy van, ez a hősies dolog, hogy nem köpködünk itt össze-vissza. Tojás! Na, erre kíváncsi lesz. Molly szereti a tojást, de csak a fehérjét. De szóval... Jó, oké, ennyi könnyítés mehet, hogy nem kell a sárgáját megenned, csak a fehérjét. Na, akkor én... Kolbász! Hát az tök jó! Nagyon jó ezek a kis cserkész kolbászkák, ezeket szeretjük. Ugye, Molly? Egyébként most tök jó, mert tojás is, a sajthoz illik a tojás, és a kolbászkához is, úgyhogy... Én igazából attól félek, hogy ugye a tojás ilyen lágy, a sajt meg ilyen kicsit erősebb, hogy le fog jönni. Ez nézd! Olyan jól néz ki! Tök jó! A legközelebbi családi bulin, Molly, ez lesz a kaja, oké? Vagy barátim is. Ügyes kislány, nagyon-nagyon. Mehet? 3, 2, 1. Hát ez pompázatos. A sajt meg a kolbász. Ez volt a fénypont, azt gondolom. És nem a gumicukor, meg a csoki. Mint a fogorvosnál, öblítés. Jól van. Ötödik kör jön most? Aztán. A tojás sem volt olyan nagyon rossz. Ötödik kör jön most. Mangó! Mangó. A mangót imádjuk, csak nem biztos, hogy sajttal. Na nézzük. Ez hagyma. Hát azért na, ennyire rossz nem voltam, hogy hagymát kelljen ennem sajttal. Hát. És meg kell enni. Még az a jó. És délután programunk van. Tök jó lesz. Na nézzük. Hagyma. Nya. Babám. Egyébként mit szoktak így az amerikaiak enni? Sajtfondűhöz. Kenyeret is lehet belemártogatni, meg tulajdonképpen mindent, amit az ember szeret. Hát gondolom inkább ilyen húsféléket. Nekem a csoki fondű sokkal jobban tetszett, még akkor is, ha csemegeuborkát kellett belemártogassam. Tényleg, a csoki fondűset, ha még nem láttátok, nézzétek meg, az is jó kis élmény volt. Csokiba mártogattuk. Na mehet, babám? Kapd be nyugodtan. Nem rossz alapvetően, mert a hagyma meg a sajt az jó. De ez így nyers hagyma. Ó, Marika. Ez tök finom. Tényleg? A sajtos mangó? Igen. A sajtos hagyma nem jó. Sőt, nagyon rossz. Hú. Eppernél rosszabb? Rosszabb, igen, mert nagyon erős a hagyma, mert ez nyers. Nagyon erős. Öblít, öblít. Nem is azért. De megetted. A könnyem kicsordul. Nem rossz, nem rossz a sajtos mangó. Ez ám az ebéd, mi? Pazar, lakom a hatodik kör. Uborka. Uborka. Na, pont az előbb említette Mollika, hogy ecetes uborkát mártogatott csoki fondűbe. Hát most sajt fondűbe fogod ugye ezt mártogatni. Megy még alatta? Jó. Alatta van egy ilyen tea mécses, hogy meleg maradjon, ne hűljön ki. És én... Na jó, nagyon félek. Igazi uborkát kellett volna. Habcukor. Most én a habcukrot? Jó, hát én sem úszom meg. Ez van, ez van. Jó, én nem meg. Jaj, 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 lejöjj róla a sajt, nem. A sajt is tudja, hogy ez neki nem jó. Nem. Hogy a nem. Sajt a cukorral, vagy mivel házasítom. Ide nézzetek. Í, de furán néz ki. Ezt az egészet meg fogod enni? Nagyon pittik a sajt. Baj, pittik. Meg bizony. Hát, ha te megetted, én is megeszem. De én nem ennyit ettem. Gyere már. Azaz, na, uborka, habcukor, mehet? Jaj, én kikaptam, ha nem jó, tehát én uha. Szegény.
Nagyon sok. Hű, gyerekek, picit bizarr, de nem olyan rossz. Ez esküszöm nagyon finom. Hát uborka meg sajt. Ez olyan az enyém, mint hogyha ilyen vaníliás sajt lenne. A cukor miatt nagyon nagy sajtot vettem be a számba, óriási, úgyhogy alig bírom elrágni. A nagyon. Hát mit mondjak? Na, szombati ebédnek egy kicsit húzós, de ezért cserébe majd holnap vasárnap rántott hús lesz Molly kedvenc étele. Ez lesz a kárpotlás. Na jó, következő kör. És mi? Kolbász. Hát nem bízni, de kolbász. Az finom is jó. Volt. Nagyon, nagyon. Azt mondtam az előbb, hogy ez volt a csúcsa. Virsli! Ne! Na jó, akkor most csináljuk meg azt a kört, várj, csináljuk meg azt a kört, amit egyébként is terveztem, hogy amit kipörgetünk, azt utána kicseréljük. Oh. Jól van, virsli kertesik. Köszönöm. Teljesült Molly vágya. Oh. Oh, ezt nézzétek ki, de jó. Na gyere, babám. Hát nekem nem lesz nagy meglepetés, mert nekem már volt kolbászka az előtt. 3, virsli. 1. Vigyázz, hát nem túl forró? Ez nagyon finom. Repetázik a kislány, ez igen. Oké, okay. Végülis ez az ebéd. Répa! 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 Hát mit mondják? Nem tudom, mennyire jártál jól vele, szívem. Ez mi? Kex! Nekem se volt még kex, hát akkor tessék. Kex, köszönöm szépen. Hű, de az a baj, hogy ezt nem lehet. Csak így beledobom, és valahogy így. Én rátudtam. Jó, ez kanál kellett volna. Ez az, így. Szép, nagyon. Mehet? Kex, sal. Egy. És répa. Hú. Az olva csajt meg a ropogós keksz. Nem nagyon érzem már a kekszet. Na, picit. Nyers a répa, egyébként nem főztük meg. Jó, finom? Uh-huh. Na, klassz. Hát ez nem annyira. Most így, ahogy kezdi a keksz átvenni az uralmat gyakorlatilag, nem olyan jó. Ez mi? Uborka! A kedvenced! A szuper kedvenc! A második kedvencem. Mert az első virsli? Igen. Oké. Banán! Banán még nem volt. Na kérem, hát nem tudom, hogy örüljek-e ennyire neki. Mondjuk ez a banán puha, nem tudom, föl tudom ezt szúrni. Vagyis hát föl szúrni még csak hagyjam, de a sal. Jaj, szegény! Ó, gyerekek, billeg ez a edény. Jó, na, elég szerintem. Banán és sajt. Hát mit mondja? A kulinária új magasságai. 3, 2, 1. Ha, fú! Ez nagyon rossz. Jó, fú! Nagyon. Ilyet ne, gyerekek, ilyet ne. Virsli. Na, Mollikának a kedvence, így zárásként, ez pont így jó. Hát lássuk nekem mi jut. Csoki. Csoki, szegény. Volt már a csoki, és nem volt olyan őrületesen jó, de kibírom, mert olyan nagyon rossz se volt egyébként, tényleg. Egyszer régebben lehetett kapni olyan kocka sajtot, ami csokoládés volt. Te ettél már olyat? Nem. Vagy ez csak régebben volt? Hát mit mondjak, nem volt egy leányálom, de meg lehetett tenni. Mondjuk eltűnt a boltok polcairól, szóval az sem véletlen talán, hogy miért. Ez azonnal beleolvad. Nagy erő. 3, 2, 1. Nem lett jobb. De rosszabb se. Hát, ha gondoljátok, akkor egy szombati vagy vasárnapi ebédnél próbáljátok ki a családdal, amennyiben ők is beleegyeznek ebbe a kis extrém szombati ebédbe.
Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és legyen nagyon szép napotok. Sziasztok! Sziasztok!